háromszor mentem férjhez ugyanaz a, ugye, a török vallás szerint, aztán utána Magyarországon is templomi, és itt volt az államesküvünk is. Törökországban magyarként élni számomra egy kaland. A törökök vendégszeretete miatt igazából én nem érzem idegennek magam ebben az országban. Számomra a magyarság nagyon fontos, tehát soha nem tudok semmit csak úgy elfogadni a török társadalomból, és mindig elmondom, hogy igenis a magyarok így, meg a magyarok úgy. Nem a nép, és nem az ország, és nem a kulturális különbség, hanem a családoknak kell egyformák lenni, de az ugyanabban az országban összeházasodott családoknál is fontos, tehát ez az alapja annak, hogy egy férj-feleség boldogan tudjon élni. Ősi Ágnes, azaz Ayşe Ayan volt az első magyar nő, aki elsőként házasodott törökkel Törökországban. Férjével Budapesten ismerkedett meg, aki az első turista csoporttal érkezett Magyarországra. Ágnes, mint török szakos egyetemista, idegenvezetőként kalauzolta őt. 68 végén jöttem ki, tehát ilyen nem volt. Ilyen nem hiszem, hogy... Tehát Törökországban biztos, hogy nem volt, ha valaki nem diszidált, mert a házasságkötésnek idegen házastársa esetén Budapesten kellett történnie. Na most a török szülők ragaszkodtak hozzá, hogy itt lesz. Tehát hivatalos minden itt volt, és akkor tehát rendes kivándorló útlevéllel jöttem ki, akkor az akkori konzulátust is meg kellett győzni, mert hogy ez nem diszidálás, tehát ugye van magyar útlevelem kivándorló, akkor Bordó volt a kivándorló, és akkor itt kötöttünk házasságot. Amikor én kijöttem, akkor a viszony Törökország és Magyarország között az ottani kommunista török nyelvű rádióadó miatt annyira feszült volt, hogy a apósomat, aki ugye katonatiszt volt, itt behívták a mithez, és akkor azt kérdezték, hogy visszaküldjék-e a mennyét. Azt mondja, nem, meg van vele elégedve, de senki magyarral a családomon kívül nem is leveleztem. Nem is levelezhettem. Azokkal igen, de mindenkivel megszakítottam a kapcsolatot, tehát föl volt rá hívva a figyelmet. Gyökeret is akartam venni, asszimilálódni is akartam, és akkor döntöttük el, hogy válaszok egy török nevet. Mondjuk az Ayşe, az Ayşe az a prófétának a hatodik felesége, állítólag legkedvesebb. Az Ayşe az egy nagyon népszerű név. Kemal Tahir Kördomán című regényét olvastam, és az ottani Ayşe karakter, az nekem nagyon tetszett, egy falusi lány. Mivel török szakot végeztem, sok mindenre fel voltam készülve egy. Tudtam, hogy a férjem családja konzervatív kettő. Előre megmondták, hogy nem dolgozhatok három. Utcára nem mertek ki magamba, csak az apósommal vagy valami családtaggal együtt. Én teljesen átvettem mindent, én törököbb vagyok egy töröknél, már többet tudok késni, mint egy török. Feleslegesen tudok beszélni két órát, anélkül, hogy valamit mondanék. Ugyanúgy a vendégszokásokat, ezeket a nagy vendégjárásokat, ezt mind felvetem. Aki el akarja magát foglalni, az mindig elfoglalja. Tehát én varni tudtam, mondjuk amikor már elromlott a szemem, akkor meg már nem lehetett konkurálni a férjem gyárával, akkor már abbahagytam a varást, de rengeteget vartam. Én a varást Magyarországon tanultam, itt meg továbbfejlesztettem. És szabadidőm nem volt, soha, akkor amikor a gyerekek kicsik voltak, ugye velük kellett foglalkozni, cipelni ide-oda-moda, meg a gyerekek mire fölébredtek, addig rá a frissen kisült kalács ott várta, és mert visszajöttek az iskolában, már a másodszor is frissen kisült másik fajta kalács, mert ugye akkor jön a magántanár, akkor ez az amaz. Én nekem sose volt az életben se szabadidőm. A golf az úgy jött, véletlenül jött, egyszerre a unokára kellett vigyázni, és arra kint voltunk a golfklubban. És vele kint kellett maradni valami 10 napot, és akkor ott elkezdtem szeretni a golfot, és azóta is szeretem. Ágnes annyira megszerette ezt a sportágat, hogy a rendszeres gyakorlásnak köszönhetően már török bajnokságot is nyert. Fontosnak tartja, hogy gyermekei, unokái megismerjék a magyar szokásokat, és hogy megtanuljanak magyarul. Mihelyt már olyan 2 és 4 évesek lettek, minden nyáron hoztam ki minimum 1 hónapra valakit Magyarországról, aki velük magyarul foglalkozik. Azon voltam meglepődve, amikor ugye ilyen családi találkozón, ahol sok magyar gyerek is van, és ott játszadoznak, 3 és fél éves volt a kislány, nem tudott ugye még magyarul, és estére én hívtam, hanem most már azért indulunk, ott volt egy ilyen kis csúszda, és azt mondta magyarul nekem, az egy szót se tudom még egy nappal ezelőtt, hogy akkor én most innen lecsúszok.
Ágnes nem csak gyermekei, unokái tanítását viseli szívén, a török diákok magyarországi egyetemi tanulását szervezi az unalmasnak cseppet sem mondható hétköznapjaiban. Csőzboglárka itthon ismert és elismert színésznő és modell, egy törökországi fotózás alkalmával ismerkedett meg jövendőbeliével. A fárasztó munka után elmentek egy szórakozó helyre lazítani. Egyik pillanatban odajött valaki ugye a tulajdonossal az asztalunkhoz, és hát így elég vicces volt, mert én táncolás közben pontosan egy török számot játszottak, és hát ő azt gondolta rólam, hogy én török vagyok, mert ugye nekem nagyon megy egyébként ez a hastánc dolog. És hát érdekes volt, hogy 2002-ben pontosan egy olyan videóklipet forgattam a Startup Arena-nek, amivel meg is nyertük az Eurovíziós versenyt 2003-ban, ahol főtáncos voltam. Nyilván nem igazán tudta összerakni, mert hogyan tud valaki úgy táncolni, mint egy török lány, és nem úgy néz ki, mint egy török lány. És hát akkor így elkezdtünk beszélgetni, azonnal meg szerette volna tudni a telefonszámot, meg hasonlók. Nem adta meg a telefonszámot, és akkor mondtam neki, hogy hát ha találkoznunk kell, akkor biztos, hogy megtörténik. Biztos, hogy találkozni fogunk. És akkor így hirtelen azt mondta nekem, hogy te vagy az a lány, akit így feleségül vennék. És akkor mondtam neki, mondom, hát ne haragudj, de ezt már elég sokan mondták. Jöttek is már páran gyűrűve, de ez nem fog menni. És akkor csak annyit mondott nekem, hogy hát lehet, hogy a terézedről nem, de nekem meg nem volt soha senki, akinek ezt mondtam volna. Összeírtam azt a 100 dolgot, amit a legjobban szeretek benne. És hát ez egy érdekes pillanat volt, mert annyira meghatódott ettől és meglepődött, hogy így hirtelen emiatt megkért a kezem. Amikor én végig is kikerültem akkor az elején, hát ugye nagyon nagy a szerelem ugye az elején, és az ember nem látja hiányosságait annak az országnak, ahol él. És hát ez ugye néhány hónapon belül elkezdett kiderülni, hogy hát ez itt nagyon-nagyon nehéz lesz számomra. Nem csak azért, mert olyan közegből jövök, amilyen, és sokkal mondjuk azt, hogy polgáribb életet éltünk otthon és a saját baráti körömben, mint mondjuk itt. Valójában egy óriási depresszió követte számomra. Az első másfél év, amikor nagyon-nagyon nehezen tudtam feldolgozni, és igazából nem tudtam, hogy mi lesz most. Hogy mit fogok kezdeni az életemmel, hogyan tovább, hogy mi is a célom, meg feladatom az életben, hogyha mindent otthon kell hagynom, és mindenkit otthon kell hagynom, akkor hogyan tovább, tehát teljesen egyedül vagyok. Ugye hát ez nem segített sokat, hogy a férjem az állandó úton van. A legnehezebb az, az volt, amikor baráti társaságban is, ugye a magyarok közt nincs ilyen probléma, hogy mondjuk ha társaságban is közösen férfiak és nők is vegyesen vannak, akkor nincs olyan gond, hogy mondjuk ha egy nő átveszi a szót és elkezd mindenkivel beszélgetni, vagy valami érdekes témában teljesen átveszi a hangot és mondjuk félben keresztül csak ő beszél, hát ez nincs meg az ő társadalmukban. Úgyhogy nagyon sokszor volt az például, hogy hazajöttünk és óriási vita lett abból, hogy nyilván én nem is gondoltam volna, hogy bármi gond van, csak ő vette ezt nagyon rossz néven, hogy én hogy képzelem, hogy állandóan a férfiakkal beszélgetek, és mindenkinek kiosztom az észt, hogy mit kellene, meg hogyan kellene csinálnia, meg az ötleteimet, és hogy ilyet nem lehet elképzelni. Amikor baráti körben vagyunk, akkor a férfiak egymás közt szeretnének beszélni, nők meg egymás közt szeretnének beszélgetni, és nem keverednek össze, és akkor én teljesen ki voltam urva, hogy ilyen nincs. Nekem vannak férfi barátaim is, és én szeretném ugyanígy élni az életemet is, itt is, és ez borzasztóan zavar. Török nők soha nem nyílnak meg lelkileg. Tehát nem mondják el azt, hogy otthon ilyen meg ilyen gondok vannak, vagy a férjükkel milyen gondokkal küzdködnek, vagy nem tudom, hasonlók, soha nem beszélnek erről. Tehát annyira felületes az egész társadalom, hogy maximum arról fognak beszélni, hogy ma mit vásároltál, vagy milyen márkás cipőt vagy táskát vettél, meg hasonlók. Azt hiszem a harmadik dolog, ami nagyon fájt, és a mai napig is fáj, hogy egyszerűen nem lehet érzelmekről beszélni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy megvan bennük emellett az a rengeteg pozitív is, ami nagyon sok más külföldiben nincs benne. Tehát az, hogy nagyon ragaszkodnak a családhoz, az, hogy nagyon védelmezik a családjukat. Tehát egy idő után, hogyha már elfogadtak, akkor mindenen keresztül, minden áron megtesznek mindent, hogy jól érezd magad, hogy szeretve érezd magad, hogy minden rendben legyen. A nők biztonsága a legfontosabb. Tehát az, hogy ne érje őket semmilyen bántás,
ne legyenek rossz helyzetben, mindent megkapjanak, amire szükségük van, meg hasonlók, de azért emellett nem sokat ír a véleményük. Tehát azért megtartják őket annak, hogy igenis a házon belül, meg a gyerekekkel foglalkozzanak, meg a saját kis dolgainkkal, de hogyha lehet, akkor ne szóljanak bele semmibe. Úgyhogy hát volt egy-két, nem mondom azt, hogy vita az apusom velem miatt, de azért néha oda-oda szóltam, amit úgy nem vártak volna, vagy nem igazán voltak hozzászokva, és akkor az egész társaság lefagyott kb. Egy-két véleménytől, amit elmondtam, és akkor láttam, hogy ezt így nem lehet, szóval nem fogják soha elfogadni, meg nem fognak befogadni valójában. Viszont a másik oldalon ez nehézség is. Az, hogy mindig visszafogja magam, mindig vigyázzak arra, hogy hogyan viselkedem, hogyan beszélek, meg hasonlók. Hát valójában ezért van az, hogy nagyon foglaltá tettem magam, hogy ne kelljen annyira függjek senkitől. Elkezdtem ugye itt is azzal foglalkozni, amivel azelőtt is otthon, és elkerültem a Városi Színházhoz. Hát az isztambuli Városi Színház az kb. Úgy fogadott be, hogy nem tudtam egy szót törökül, úgyhogy én érkeztem a kis helyzetfüzetemmel, és hát a legjobb, tényleg a legcsodálatosabb színésznő mellé kerültem. Ayla Algan, aki már 60 éve legalább szakmában van, nagyon jó énekesnő meg színésznő, és hát ő fogadott be, tehát teljes mértékben pártfogolt. Érdekes volt, mert a török szöveg az ugye egy az, hogy ótörök, nagyon régi, nem érthettem belőle semmit, úgyhogy az elején úgy tanultam szövegeket, hogy az egészet bemagoltam, és a hangsúlyozást is bemagoltam. Muszáj volt, mert egyébként nem tudtam volna játszani. Ma már nagyon sokan észre se veszik, hogy nem vagyok török. Tehát úgy meglepődnek egy-két dolgon, amit mondok, és akkor úgy döbbennek rá, hogy hú, lehet, hogy nem is török, hanem külföldi. Miközben mentek az én forgatásaim, hát azt éreztem, hogy egyes napokon nagyon ki vagyok fáradva, más napokon pedig teljesen üres az életem. És akkor hát onnan következett az, hogy elkezdtem a saját cégemet, és eldöntöttem, hogy magyar dolgokkal fogok foglalkozni. És akkor elkezdtem a disztribúciát a kozmetikumoknak. Ott is elég sok gonddal küzdködtem, ugye amikor először a saját cégemet kellett megnyitni, és elmenni tárgyalásokra úgy, hogy volt olyan alkalom, amikor konkrétan a férfiak nem néztek a szemembe, vagy nem fogtak kezet velem, mert annyira konzervatívak. És azért ezt egy nőnek feldolgozni nagyon nehéz, főleg egy magyar nőnek, aki ugye megszokta, hogy a férfiak azok hajlonganak, borzasztóan előzékenyek. Közben ez idő alatt bejött az is, hogy hát nagyon sok olyan producer ismerősöm volt, meg barátom Magyarországról, akiket szerettem volna segíteni, mondjuk úgy. És akkor jött az ötletem, hogy nem csak színésznőként, hanem producerként is jó lenne egy kicsit megmozdulni. És hát valójában egy hidat építeni Törökország és Magyarország közt. Akkor derült ki számomra, hogy mennyire más értékvilágot képviselünk. A törökök, hát miért haladnak ennyire jól? Teljesen kereskedelmi részről néznek mindenre. Tehát őket nem érdekli a mentális értéke vagy történelmi értéke egy produkciónak, hanem őket az érdekli, hogy ha beleteszem ezt a pénzt, akkor ennyit fogok kivenni belőle. Hát ezt a magyaroknak nagyon nehéz volt megmagyarázni, mert számukra ugye az volt a lényeg, hogy csináljuk meg valahogy a produkciót, és hát valamit keresünk majd belőle. Hát nyilván ezt senki nem fogja itt elfogadni. És hát így a két oldal közt próbáltam, ugye köztesen ugye mindkét oldalt képviselve, most már mindkét oldalt nagyon jól látom és értem, valahogy összehozni valamit. És hát itt voltak nagyon nagy próbálkozások, tényleg csodaszép történetek, meg nagyon-nagyon jó forgatókönyvek, amiket úgy néz ki, hogy jövőre, legkésőbb, két év múlva ugye sikerül megvalósítani. Egy másik szintén mesébe illő történetre bukkantunk Isztambulban, csak itt a főszereplő egy fiatalember. Ritkábban találunk példát arra, hogy magyar férfi török feleséget választ, de István házassága is igazolja, hogy nem csak a magyar lányok találnak párt maguknak Törökországban. A feleségemmel interneten ismerkedtünk meg, egy internetes chatportálon. Nekem szerencsém volt, mert azért tényleg a török családoknál annyira nem örülnek annak, hogyha külföldi kerül be. Főleg a lányokat nem igazán szeretik odaadni külföldieknek. És nálam még az is van, hogy három lány van, és én a legkisebbet vettem el. Tehát abszolút olyan, mint a mesében van.
Miután az apus jelöltemmel többször beszélgettünk, akkor azért megnyugodott, hogy tényleg azért jó lesz, nem lesz ebből probléma. Viszont ha egy olyan szituáció lett volna, hogy a feleségem jön Magyarországra, akkor sokkal nehezebb lett volna. Lehet, hogy abban már nem egyeztek volna bele. Vannak olyan különbségek, ami csak olyan, hogy az ember a vállát megrándítja. Jó, hát ha így csinálják, így csinálják. Hát nekem mindegy. Például az adminisztráció szempontjából sokkal egyszerűbb dolgunk van, mint otthon. Például az egyik ilyen kedvencem, hogy egy itt alakuló magyar cégnek segítettem, hogy a gázszámlát elintézzük, hogy megnyissák a gáz. Bementünk a központba, és azt kérdezték, hogy akkor mi a személyi szám, adószám, meg egyebek. Azt mondtuk, hogy nincs és nem is lesz. És akkor azt mondták, ja jó, hát ha nincs, akkor nem kell, akkor megyünk tovább. Leginkább az ünnepek, ami, hogy mondjam, így érdekesebbeken alakulnak, mert ilyenkor a családok azok összejárnak, és az a szabály, hogy mindenki a legöregebbhez megy, és akkor minden ilyen ünnepségnél először körbe telefonáljuk a családot, hogy hol van a legöregebb, és akkor hova fogunk gyülekezni. És akkor az összes sokon elmegy arra az egy helyre, és ezek az ünnepek általában 3 napig tartanak, és akkor 3 napig ott van együtt az összes sokon. Viszont az összes sokon azt jelenti, hogy úgy kb. 300 ember van, és a miénk az még egy kisebb családnak számít. Tehát azért ez néha sok szokott lenni, főleg amikor ők jönnek ide, és akkor egész nap mosogatásból áll meg, felszolgálásból az egész. Bizonyos szempontból azt mondom, hogy mindjárt befogadtak, eleve van a török-magyar kapcsolat, a törökök úgy tartják, hogy a magyarok az elveszett testvéreink, és így nagyon kedvesen fogadtak, tehát a Péknél is, és minden nap megkérdezik, hogy vagyok, hogy megy Magyarországon, milyen idő van, meg ilyen szinten teljesen baráti alapon. Tehát ebben a szempontból így könnyen befogadják az ember. Viszont más szempontokból meg mindig külföldi marad itt az ember. Tehát én leszek a magyar, aki itt van. Van, aki furcsa, mert mégiscsak külföldi. Gabi férjével Finnországban ismerkedett meg, ahol Erasmus ösztöndíjasként tanultak mindketten. Kapcsolatuk Budapesten folytatódott, ahol 6 évig együtt éltek, majd 2010-ben kiköltöztek Törökországba. 2 évvel később Ankarában kötöttek házasságot. Az első találkozás az egész családdal, nekem úgy rémlik, hogy együtt találkoztam velük először, és mindenki nagyon meleg szívű volt, nagyon vártak engem, nagyon örültek nekem, tehát az első benyomásom az volt, hogy itt egy nagy család, amiben én belecsöppentem, és milyen jó érzés ez, és hogy mindenki ilyen szeretettel vár. Én is így emlékszem, egy kedves, melegszívű lányt ismertem meg akkor. Először próbáltunk egy kicsit mutogatva, tehát jelnyelvvel beszélgetni egymással, illetve néztük a szótárat, amikor valamit nem tudtunk máshogy kifejezni. Eleinte aggódtam amiatt, hogy fogjuk egymást megérteni, hiszen én nem beszélek magyarul, ő nem beszélt törökül. Azonban, mivel Gabi elég gyorsan megtanult törökül, ez már nem volt gond a későbbiekben. Azt tapasztalom én, hogy nagyon figyelnek egymásra a különféle generációk, tehát nincs az, hogy valaki egyedül maradna, tehát például, hogyha valaki utazik vagy hazaér, akkor nagyon szeretettel fogadják. Sokszor együtt élnek különféle generációk, például mi is, ahogy itt élünk, mi itt lakunk ebben a lakásban, itt 2 utcányira lakik tőlünk a nagymama, szomszédháztömbben laknak anyósomék, tehát ez a nagy család együttélése jellemző. Még ha nem is annyira, hogy egymás konkrétan hegyén hátán, hogy ne zavarják egymást, tehát tiszteletben tartják egymás magánéletét, de ugyanakkor bármikor szükséged van a nagy család bármelyik tagjára, akkor nagyon könnyen elérhetőek, nagyon egy összetartóak. Amikor ide költöztél Törökországba, akkor ugyanúgy gondolom, mint otthon meg kellett találni azokat a helyzeteket, helyszíneket, amelyek valamiért fontossá váltak. Nem arról van szó, hogy az ember nagyon-nagyon sokat sportol, hanem inkább a családi élet, a közösségi élet, az egymással való kapcsolattartás. Tehát itt nagyon sokan ezért is kijönnek, sokszor este 11-ig is kint játszanak a gyerekek. Erről a helyről igazából nekem már anyósom mesélt, tehát ő régebb óta használta ezt a sportpályát, illetve ezeket a sporteszközöket. És utána, miután mi is ide költöztünk, ezután elkezdtem én is használni.
törökök nagyon-nagyon szeretik a magyarokat. De ha még azt hallják, hogy valaki magyar, akkor rögtön mondják, hogy a magyar ez egy testvérnép, a magyarok valójában törökök, tehát emlékeznek ők is ugye a történelmi, közös történelmi múltunkra. Nagyon sok közös szavunk van, tehát egy körülbelül 300 szóból álló közös szókincs van a magyaroknál és a törököknél. A férjemmel, mikor elkezdtünk beszélgetni először, nagyon sok közös szóra bukkantunk, teljesen véletlenül ilyenekre, hogy szakál, balta, patlizsán, sapka, tehát ezeket így párbeszéd folyamán véletlenül észrevettük, és nagyon jókat mulattunk rajta, hogy ilyen sok közös szavunk van. Györgyiek története 30 évvel ezelőtt kezdődött, amikor üzleti ügyben érkezett Törökországba. Akkor még nem tudhatta, hogy ez az út az életét változtatja meg. Én az életemet mindenhol el tudtam képzelni, csak külföldön nem. Hogy egész precíz legyek, a József Ársón kívül sem, mint őslakó. Úgyhogy 5 évig mi együtt dolgoztunk a férjemmel, mert a törökök általában nagyon szeretik a hazájukat, ők sem tudnak igazán külföldön élni, és hát 5 évbe tellett, amíg eldöntöttük, hogy ki költözik a másik országába, ami nagyon könnyen ment, mert a férjem vett egy lila luftballont, aminek én nem tudok ellenállni. Úgyhogy én azt mondom, rögtön jövök. Persze, ez nem volt ilyen egyszerű, és nem volt ilyen gyors, de végső soron egy nő mindig könnyebben tud alkalmazkodni az új környezethez, mint egy férfi. És én azt gondoltam, hogy ha boldogan akarok élni, akkor nekem kell ide jönnöm. A családok hasonlósága nagyon fontos, de minden a szeretettel kezdődik. A 24 óránkat együtt töltjük, együtt dolgozunk, és nincs olyan pillanat, amikor ne látnánk egymást. Van közösen egy fiunk, akit közösen nevelünk, aki török is, és magyar is. Sikerült véletlenül két teljesen egyforma családnak összekapcsolódnia. Például a férjem édesanyjától megmaradt nagyon szép készletnek, a másik fele nálam otthon a nagymamámtól megmaradt készlet. Ugyanazok a porcelánok, és ugyanazok a minták, és ugyanaz a készlet. A könyveimben is mindig Györgyiről írok. Szeretem az irodalmat, mindent megteszek, hogy a magyar irodalom Törökországban is ismerté váljon, és fordítva. Megpróbálunk mindent, ami tőlünk telhető, hogy támogassuk a két ország közötti kulturális tevékenységet. 12 éve évente kétszer a magyar gyerekeket Törökországba, a Mackós iskola 12. kerületből, és a török gyerekeket innen a TED Isztambul kollégiumból Budapestre visszük. Nekem az a meggyőződésem, hogyha egy gyereknek gyerekkorában bemutatnak valamit, amit aztán nagyon szeret, akkor az se politika, sem más erő nem tudja a véleményét megváltoztatni. A törököktől nagyon érdekes dolgot tanultam, és komolyan nagyon tisztelem őket ezért, hogy borzasztóan mernek kezdeményezni. És nem azzal közelítenek meg egy témát, hogy miért nem lehet megcsinálni. Szóval az individuális kezdeményező képesség az valami egészen fantasztikus, és én ebből nagyon sokat tanultam. Az ember évezredek óta kutatja az utat a boldogsághoz. A család, a közösségi értékek, a bizalom, az összetartozás, az együttműködés, a nemzeti kultúrák hordozója. 5 család, 5 történet. Mindegyik a török-magyar vegyes házasságokba enged bepillantást. Különböző életutakat ismerhettek meg, de mindegyikben közös volt a magyar gyökerekhez, a magyarságukhoz való ragaszkodásuk. A homágya szerintem természetes, tehát az mindenkiben felmerül, amikor távol él a családjától. Természetesen nekem is van időről időre homágyam, viszont tény, hogy itt is egy nagy szerető család vesz körül. Én nagyon nem bántam meg, hogy kijöttem, tehát én jól érzem magam Törökországban. Én azt hiszem, hogy mondjuk a férjem miatt is sose tudnék visszatelepedni, a gyerekeim vissza akarnak menni. Az Isztiklál Caddesi az a város kulturális központja.
a szívében van a magyar kultúrközpont. Tehát ez lehetőséget nyit nem csak arra, hogy a megfelelő helyen legyen bemutatva a magyar kultúra, hanem arra, hogy mi magyarok ott együtt lehessünk, tudjunk magyarul beszélni, mert ez nagyon fontos, ez hiányzik először az embernek, ha külföldön él. Az egész család kezd egyre több és több szót megtanulni. Tehát például az, hogy integes, azt már mindenki tudja, a kukás autót is tudják, megértik magyarul, tehát ez a gyerek révén egyre több szót felszednek. Gyerekként is azt éreztem, hogy a magyarokért fogok dolgozni, a magyar dolgokért fogok dolgozni, és ez egy kicsit itt megtörtént, tehát amennyire vagyok távol, annyira vagyok közel a magyarokhoz. Hogy hívják azt a török dervist, aki Budán hunyt el 1541-ben? Az ő nevét viseli Budapest egyik közkedvelt városrésze. Gülbaba.